megyei közgyűlés elfogadták a MÁV beszámolóját, jövőre kezdődik a Máté-Szalka Debrecen vasútvonal felújítása. Újabb 5 éves ciklus Lipők Sándort választották meg ismét a Kisvárosok Szövetségének elnökévé Visegrádon. Újabb elismerések a Nyíregyházi Egyetemen, több mint 30 hallgató kapott ösztöndíjat és dicséretet. Jövőre kezdődik a MÁV több mint 1,6 milliárd forintos beruházása a Máté-Szalka Debrecen vasútvonalon. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A tervek szerint a szakaszon visszaállítják majd a 80 km/h pályasebességet. A 2027-ig kitűzött tervek között szerepel, hogy a fő vonalakon 120 km/h sebességgel közlekedjenek a vonatok, közölte a társaság debreceni műszaki igazgatóhelyettese a megyei közgyűlésen. A képviselők többek között elfogadták a megyei szilárd hulladékgazdálkodási program beszámolóját, és egyeztettek 3 határon átnyúló pályázatról is. Újfehértó biztosította a helyszínt az idei utolsó Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlésnek. A 24 megjelent képviselő elfogadta azt az előterjesztést is, amely a megyei önkormányzat 3 tervezett projektjét tartalmazza, amit a Magyarország, Szlovákia, Románia, Ukrajna európai szomszédsági támogatási eszköz határon átnyúló együttműködési programban tud megvalósítani. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat 3 projektet nyújtott be, ebből mind a 3 támogatott lett. Ez új lehetőséget nyújt olyan problémák feltárása, megoldására, amely a határ mentén élők számára fontos. Mindegyik egy-egy külön problémakört jár körül, a környezetvédelem és a közlekedés területén, úgyhogy nagy vállalkozással tekintünk ezekre a programokra, és hamarosan elkezdődik ezeknek a megvalósítása is. A beruházások között szerepel a közlekedés és a határmenti infrastruktúra fejlesztése, a területi vészjelzőrendszer kialakítása a határmenti régióban, valamint az energiahatékonyság fejlesztése, a megújuló energiaforrások felhasználásának előmozdítása. A beszámolók között meghallgatták Takács Ede, a MÁV ZRT Debreceni Pálya Vasúti Területi Igazgatóságának műszaki igazgatóhelyettesét is, aki a megyei vasúti közlekedésről beszélt. A megyei vonalhálózat 545 km hosszú, ebből 107 km fővonal, ami teljes egészében villamosított. A térség különlegessége, hogy itt mind a 3 nyomtáv megtalálható. Az elmúlt időszakban a társaság adatai szerint valamivel csökkent az utasforgalom, az elindított fejlesztések az utasok komfortérzetét kívánják javítani. Ennek érdekében már felújítottak 9 állomást, például Fehérgyarmaton, Komorón és Záhonyban, valamint további 9-nél még zajlik ez a folyamat, így például Ajakon és Demecserben is. A pályasebesség visszatérő téma a közmeghallgatáson, Lintényi Levente ismét felszólalt a témában Újfehértón is. Megköszönte a közgyűlés közbenjárását, ugyanis hamarosan felújítás kezdődik a Máté-Szalka Debrecen vasútvonalon. 1,6 milliárdos vasúti fejlesztés bejelentése történt meg. Azt mondta azzal párhuzamosan, hogy a MÁV vezérigazgatójánál jártam, amely a mostani közlekedési viszonyok, a vasúti közlekedési viszonyok legalább szinten tartását jelenti, kisebb felújítási munkálatok, pályafelújítási munkálatok, hogy azt a mostani, vagy annál kicsit jobb sebességet tudják tartani a vonatok, amik jellemzőek a megyére, különböző vonalszakaszokon. 2020-ban kezdődik a fejlesztés. Első körben a 10 kilométeres Apafa-Hajdúsámson szakaszon állítják vissza a 80 km/h pályasebességet. Itt jelenleg mindössze 40 km/h a megengedett sebesség. A vasúthálózat több évtizedes fejlesztési elmaradással küzd. 2020-ban saját forrásból terveznek felújításokat, 2023-ban átütemezési munkálatok kezdődnek, 2027-re az a tervük, hogy a fővonalakon 120 km/h sebességgel közlekedjenek a vonatok. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei települési szilárd hulladék gazdálkodási programról is beszámoltak a közgyűlésen. Létrehoztak 3 önálló gyűjtőkörzetet Nyíregyházán, Nagyecseden és Kisvárdán, valamint fejlesztették a szelektív hulladékrendszert. A megyében sok helyen okoz problémát az illegálisan elhelyezett szemét, pedig bárkinek biztosít a társaság nagyobb gyűjtőedényt, aki igényel. Kérdést tettem fel, még pedig arra vonatkozólag, hogy nem-e szúr szemet
az illetékes elvtársaknak. Az a véleményem szerint nem túlságosan objektív tény, miszerint az ingatlanokat adóztatja meg és kötelezi a szemét gyűjtésére, elszállítatására a jelenlegi törvény. Azért állítom ezt, vagyis azért tettem fel a kérdést erre konkrétan, mert településeinket sajnos egyébként jól behatároló helyeken igen sűrűn elárasztja a szemét. Ahogy elmondtam közgyűlésen, én jóhiszeműen azt feltételezem, hogy kénytelenségből hordják oda az emberek a szemetet, és azért mégpedig, mert a 120 literes gyűjtőedény, ami egyébként most rendszer szinten alkalmazva van az ingatlanoknál, az nem elegendő egy 15 fős családnak. A közgyűlésen az is elhangzott, jövőre változik a lomtalanítási rendszer, megszűnik az eddigi gyakorlat, miszerint mindenki a saját ingatlana elég kirakhatja a hulladékot. Külön kell majd jelezni a társaságnál az igényt, majd pedig egy autót küld a hulladékkezelő, ami az adott háztól elviszi a kidobásra szánt tárgyakat. Veres János a megyei közgyűlési bizottságok elnökeinek és alelnökeinek megválasztása kapcsán kért szót. Mind a parlamentekben, mind az önkormányzatokban az ellenzék, a mindenkori ellenzék tölti be általában a pénzügyek ellenőrzésért felelős bizottság elnöki tisztségét. A magyar parlamentben ez a költségvetési bizottság elnökét jelenti, a mi közgyűlésünkben is van ilyen bizottság, amely a költségvetéssel foglalkozik, és most a legnagyobb meglepetésünkre a kormánypárti frakció olyan javaslatot tett a közgyűlés asztalára ma reggel, amelyben nincs egyetlen egy bizottsági vezető tisztség sem az ellenzéknek felajánlva. 2019 utolsó közgyűlésén 24 fő döntött a napirendi pontokról, végül mind a 20 előterjesztést elfogadták a képviselők Újfehértón. Újabb 5 évre választották meg Lipők Sándort a Kisvárosok Szövetségének elnöki posztjára Visegrádon. A szövetség közgyűlése 100%-os támogatással szavazott újra bizalmat Kemecse polgármesterének, aki ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, nagy megtiszteltetés érte, de nagy felelősség is egyben. A Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége a rendszerváltás követően 1990. novemberében alakult meg, jelenlegi nevén mintegy másfél éve működik. A szövetségben jelenleg 91 tag önkormányzat szerepel, akiknek a képviselői azon dolgoznak, hogy politika és jogi területen is segítsék azokat a nem megyei jogú városokat, amelyeknek a lakossága 1200 és 45 ezer fő közé esik. Lipők Sándor 2014-től kezdődően állt a társulás élén, december 5-én pedig titkos szavazással újabb 5 évre elnöké választották a Visegrádon tartott tisztújító közgyűlésen. 43 szavazatból én nagy meglepetésemre, én nekem is egy nagyon örömteli meglepetés volt az életemben, hogy 43 igen szavazatot kaptam, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a szövetség tagjai, a kisvárosok, települ, kisvárosok polgármesterei, kollégáim, azok fölhatalmaztak, hogy újabb 5 esztendőben ezt a szövetséget vezessem és képviseljem az ő nevükben is, a kormányzattal és a külvilággal szemben, úgyhogy ez egy nagyon nagy öröm, megtiszteltetés és óriási nagy felelősség is, hogy az elmúlt elkövetkezendő 5 esztendőben így dolgozhatunk. A Kisvárosok Szövetsége évente 2 alkalommal, június és december környékén tart közgyűlést és vitatja meg a tagságban lévő önkormányzatok aktuális feladatait. Lipők Sándor elmondta, a közgyűlésnek állandó helye nincs, ezáltal lehetőségük nyílik arra, hogy jobban megismerkedjenek egy-egy várossal. Egyszer nézünk az ország keleti részéről, egyszer a nyugati részéről egy települést, és erre a településre ellátogatva megtartjuk a közgyűlésünket, és az adott település, aki vendégül lát, megtisztel minket, hogy ő ajánl egy programot a szövetség tagjainak, amelyben bemutatja az adott várost, az adott települést, és ez egy nagyon fontos dolog mindannyiunk számára, hogy így kötünk szövetséget, így kötünk barátságot, és így tárgyaljuk, kibeszéljük meg gondjainkat, barainkat, problémáinkat, és erre hozunk döntéseket, határozatokat, illetve a fölmerülő jogszabálymódosítás tervezetekre, vagy olyat, amit érzünk, hogy szükséges lenne a változtatást, ezt jelezzük a mindenkori kormányzat részére. A közgyűlés szintén titkos szavazással döntött a 3 alelnök személyéről is. A következő ciklusban Tata, Kistelek és Marcali polgármesterei segítik Lipők Sándor munkáját a szövetség élén. Havi 20 ezer forint 10 hónapon keresztül 30 hallgató kapott ösztöndíjat a Nyíregyházi Egyetem és az MNB együttműködésének köszönhetően. Az őket köszöntő eseményen olyan fiatalok eredményeit is elismerték, akik 2 szakmai versenyen értek el sikereket a közelmúltban.
Fontos a munka, a teljesítmény elismerése, hangzott el azon a kendi ünnepségen, amelyen a Nyíregyházi Egyetem rektora gratulált és részesített dicséretben összesen 36 jól tanuló, rendszeres közösségi, például demonstrátori munkát végző, vagy saját kutatás folytató hallgatót. A Magyar Nemzeti Bank speciális ösztöndíját ezúttal 30 gazdálkodás és menedzsment alapszakos fiatal kapta meg. A 2019-2020-as tanévfolyamán kerül folyósításra, 10 hónapig kapjuk, ugye szeptembertől következő év júniusáig. Hát leginkább a nyelvvizsgára lehet például fordítani, tehát nekem most ez az aktuális, és erre fogom ezt az ösztöndíjat költeni, hiszen a szakmai nyelvvizsga szükséges a diplomához, és anélkül sajnos nem lehetünk ott például a diplomát adom, hogyha ez nincs meg. Az ösztöndíj havi 20 000 forintos anyagi elismeréssel jár. Mint a rektor elmondta, nem sok intézmény hallgatói részesülhetnek kimondottan ebben az ösztöndíjban. A Nyíregyházi Egyetem ugyanakkor más módon is profitál az MNB-vel kötött együttműködéséből. Konferenciákat szervezünk, ahova a Magyar Nemzeti Bank szakembereit hívjuk el, konferenciákat támogat a Magyar Nemzeti Bank, hallgatók és oktatók vehetnek ezeken részt, illetve különböző könyvtárbővítést lehet az általuk adott ösztöndíjból finanszírozni, és hát itt még kiemelem azt, hogy a speciális szerződésünk következtében a határon túli magyarok is részesülnek ebből, általunk ebből a speciális ösztöndíjból. Az ünnepség keretében az OTP üzletrész országos szakmai versenyen sikeresen szereplő másodéveseknek is gratuláltak, ahogy az országos városmarketing versenyen 5. helyen végzett turizmus vendéglátás szakos hallgatók eredményét is elismerték. Mint elhangzott, a sikerekben a tanárok munkája is benne van, számukra is jó visszaigazolások ezek a díjak. Az igazi munka ugyanakkor csak ezek kiosztásával kezdődik. Az alkoholos befolyásoltságot ellenőrzi a rendőrség a jelenlegi Tiszpol akcióban. A megye és az ország legforgalmasabb útszakaszain finn módszerrel ellenőriznek a hatóság emberei. Az Alcohol and Drugs akció december 9-e és 14-e között tart. Feltorlódtak az autók a debreceni úti felüljáró utáni szakaszon. A rendőrség ugyanis kedden reggel 9 és 10 óra között itt tartotta az Alcohol and Drug Tiszpol akcióját. Az ellenőrzés keretében az ittas és bódult állapotú járművezetőket szűrik finn módszerrel. Nem kérünk semmilyen más papírt egyszerűsítve, hanem csak egy szondát fújatunk az illetővel, minél gyorsabban haladjon a sor. Megnézzük, hogy ittas-e vagy nem, amennyiben ittas, úgy eljárás indítunk vele szemben. Ez a sofőr a kormány mögül fújta meg a szondát, majd a rendőrök kiszállították, és az autón kívül is ellenőrizték. A hatóság szakemberei azt mondják, nem kell ilyenkor megijedni. A mérőműszerek ugyanis nagyon érzékenyek, és előfordul, hogy csak az ablakmosó folyadék miatt jeleznek. Van azonban olyan is, hogy valóban a sofőr ittasságát mutatja a szonda. Van olyan eset, amikor a kifújt értéktől függően egy szabálysértési eljárás, egy közigazgatási eljárás folytatunk le. Ilyenkor a vezetőengedély nem kerül elvételre, hogyha viszont a fújt érték az egy bűncselekmény értéket jelez, akkor büntető eljárást indítunk, akkor a vezetőengedély nyilván az nálunk marad, elvételre kerül. Amennyiben valaki nem tudja, nem hajlandó kifújni az alkoholszondát, úgy őt vérvételre elő kell, hogy állítsuk. Amíg a stábunk a helyszínen volt, egyetlen sofőrnél sem volt szükség szankciókra. A rendőrök azt mondták, eddig nagyon pozitív eredményt mutat az ellenőrzés. Az Alcohol and Drug Tiszpol akció december 14-ig tart a megye útjain. Megszerezte 5. bajnoki győzelmét a Sunshine Nyikse. A nyíregyházi kosarasok az MB2 keleti csoportjában 82-71-re nyertek Kiskunfélegyházán. Kovács Tibor együttese pénteken hazai pályán a Deac 2 ellen játssza az év utolsó meccsét. A mérkőzés előtt mindössze egy veresége volt a Kiskunfélegyházának, amelyhez betegségek, munkahelyi, valamint tanulmányi elfoglaltságok miatt mindössze 9 játékossal utaztak el a nyíregyháziak. Az első negyedet 3 ponttal nyerte a vendégcsapat, 20 perc játék után pedig már 13 ponttal vezetett Kovács Tibor együttese. Fordulás után tovább növelt előnyét a Sunshine Nyikse, így a záró negyed már csak formalitás volt, végül 11 pontos győzelmet arattak Kósa Tamásék.
Számítottunk arra, hogy egy megerősödött Kiskun Félegyház ellen játszunk. Ők két éve kerültek ismét vissza az NB2-es vérkeringésbe. Tavaly már próbáltak Kecskemétről, a környező településekről játékosokkal erősíteni. Ez az idén pedig hatványozottan igaz. Van két szerb játékosuk, akik kimondottan jó teljesítményt nyújtottak, illetve van 6-7 olyan rutinos játékos, aki NB1B-ben is játszott már Kecskeméten, Bajában a régebbi időszakban. Tudtuk, hogy egy képzelt erőszakos csapat ellen kell játszanunk. Ami fontos volt a mi számunkra, hogy egy előző fordulóban elszenvedett sajnos vereség után kellett morálisan rendbe tenni a csapatot, a csapategységet, kohéziót jobban megerősítve, és én azt gondolom, és a mutatott játék is ezt bizonyítja, hogy ez sikerült. Akár a győzelem tekintetében, de én többre veszem azt, hogy a csapat ahogy működött, ahogy akart, és természetesen a taktikai utasításokat betartva, ahogy játszott. A nyíregyháziak pénteken a Deac második csapatát fogadják a Bánki csarnokában. Ebben a mezőnyben, itt NB2-es szinten is van 5-6 csapat, akik kimondottan képzett jó csapatot alkotnak. Ez az ellenfél is ebbe a kategóriába tartozik. Hazai pályán is nagyon nehéz dolgunk lesz. Azt tudni kell, hogy a debreceni nevelés, meg minden játékosok képzett játékos. Ebben a csapatban nagyon sok olyan kezű játékos van, aki három pontosról is veszélyes, tehát a külső-belső játékok is veszélyes. Nagyon nehéz mérkőzésre számítunk, de természetesen fontos lenne, hogy győzelemmel fejezzük be ezt az évet. Az NB2 keleti csoportjának élén a Deac Campus Fesztivál 2020 csapata áll, 6 győzelemmel és egy vereséggel, megelőzve az 5-1-es mutatóval rendelkező Békés Csabát. A Kiskunfélegyháza, Szentsenyikse és a Deac 2 egyaránt 5 győzelemmel és 2 vereséggel várja a folytatást. A harmadik helyen tölti a téli szünetet a Mándok VS-e a labdarúgó megyei első osztály tabelláján. Az őszi szezont Kis Gáborral a kispadján kezdő és Mirgai Lászlóval befejező csapat 10 győzelem mellett 5 mérkőzésen szenvedett vereséget. Komoly célokkal vágott neki a szezonnak a Mándok, és nem is szerepelt rosszul a csapat a bajnokság első szakaszában. 8 forduló után a tabella élén állt az akkor még Kis Gábor által irányított együttes, aztán a Balkányban elszenvedett 5-0-ás vereség után a váltás mellett döntött az egyesület vezetése. Érkezett Mirgai László, aki a hátralévő őszi 6 meccset a játékosok feltérképezésére igyekezett felhasználni. Az ő mérlege 3 győzelem és 3 vereség, összességében pedig 10 győzelemmel és 5 vereséggel 30 pontot szerezve, az éllovas Nyírgyulajtól 4 ponttal lemaradva a harmadik helyen áll a tabellán a Mándok. Elégedett vagyok azért, mert tulajdonképpen 2 mérkőzés volt, amin ki tudtunk normálisan állni, úgyhogy volt kis padunk. A többi mérkőzésen sajnos egy 16 éves gyerek és egy felnőtt játékos állt rendelkezésemre, ezért nem tudtam belenyúlni sokszor a csapatba. Hát ezért van az, hogy tulajdonképpen 50%-os a teljesítményünk, mert több olyan mérkőzésünk volt ezek a 6 mérkőzésből, amit hozhattunk volna, hogyha tudok a kispadról erősíteni. De nem vagyok elégedetlen, hiszen a srácok mindent megtettek. Hiába foghiasak voltunk a kispadon, neki mentünk mindenkinek, tehát nem arra vártunk, hogy majd visszaállunk és kontrázunk, hanem bátran már az ellenfél tér felén letámadtuk az ellenfelet. Ezáltal egyértelmű, hogy az eredmények is mutatják, hogy tulajdonképpen nem volt döntetlenünk, mert bátran kinyíltunk és vagy nyertünk, vagy kikaptunk egy góllal. Mint az edző elmondta, szükség van a játékos keret megerősítésére, és ezért több labdarúgóval is megegyeztek a közös folytatásról. Télen nehezebb igazolni, ennek ellenére jelen pillanatban úgy állunk, hogy 2 kapus és 3 mezőjátékos már a miénk. Úgy néz ki, hogy tehát aláírtak, aztán már csak az egyesülettel kell megegyezni, és még 1-2 játékossal tárgyalunk. Én nagyon remélem, hogy így most már minőségben is, hogy megleszünk, ez látszani fog a következő évben. A Mándok január 7-én kezdi el a felkészülést. Egy harmadosztályú szlovák csapattal játszanak majd oda-vissza meccseket, és a megyei igazgatóság által szervezett műfüves tornára is benevezett a csapat. A cél tavasszal a dobogós helyek valamelyikének megszerzése. Híradónk végén lássuk a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban.
Jövőre kezdődik a MÁV több mint 1,6 milliárd forintos beruházása a Mátészalka-Debrecen vasútvonalon. A tervek szerint a szakaszon visszaállítják majd a 80 km per órás pályasebességet. A 2027-ig kitűzött tervek között szerepel, hogy a fővonalakon 120 km per órás sebességgel közlekedjenek a vonatok, közölte a társaság debreceni műszaki igazgatóhelyettese a megyei közgyűlésen. A képviselők többek között elfogadták a megyei szilárd hulladék gazdálkodási program beszámolóját, és egyeztettek három határon átnyúló pályázatról is. Havi 20 000 forint 10 hónapon keresztül 30 hallgató kapott speciális ösztöndíjat a Nyíregyházi Egyetem és a Magyar Nemzeti Bank együttműködésének köszönhetően. Az őket köszöntő keddi eseményen, az OTP üzletrész országos szakmai versenyen és az országos városmarketing versenyen sikereket elért fiatalok eredményeit is elismerték. Lipők Sándor újabb 5 évre szóló megbízatást kapott a Kisvárosok Szövetségének élén. A december 5-i visegrádi tisztúító közgyűlésen Kemecse polgármesterét 100%-os támogatottsággal szavazták meg a Nem Megyei Jogú Városok Érdekvédelmi Szövetségének elnökévé. Lipők Sándor úgy fogalmazott, hatalmas megtiszteltetés érte, ugyanakkor ez a bizalom nagy felelősséggel is jár. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták, december 10-én kedden, friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat addig is visszanézhetik a weboldalunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Kedden gyengén és közepesen felhős időszakok és területek váltakoznak. Eső várható, az északkeleti szél helyenként megélénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 3 és plusz 2 fok között alakul. Szerdán gyengén és közepesen felhős időszakok és területek váltakoznak, csapadék nem lesz. Az északkeleti szél majd a keletire forduló szél gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 5 és 8 fok között alakul. A folytatásban ismét borongós időnk lesz, csütörtökön és pénteken többfelé és több alkalommal várható csapadék, eső, havas eső és hó egyaránt eshet. Szombaton inkább már csak keleten valószínű eső, vasárnaptól pedig már csapadékmentes időnk lesz.